délelőttön. Külön köszöntöm azokat, akik nem budapestiek, és akik vállalták az áldozatot szélben, esőben, ködben, hogy eljöjjenek közénk. Nagyon örülök, hogy megtisztelhetem ezt a mai összejövetelt. És ott folytatnám, ahol Gábor abba hagyta. Hányan is vagyunk? Még egyelőre kevesen. Azt szeretném, ha 2015 a dicsőséges társadalmi nyomásgyakorlás éve lenne. Március 15-én legyünk 100 ezeren, május 1-én legyünk 200 ezeren, augusztus 20-án legyünk 500 000-an, és október 23-án legyünk 1 000 000-an. Nem olyan egyszerű az élet. Erős ellenféllel, ha úgy tetszik, ellenséggel állunk szemben. Ne legyenek illúzióink! 10 000 ember nem tudja megdönteni a Fidesz gonosz uralmát. 20 000 ember sem tudja. 1 000 000 emberre van szükség ahhoz, hogy a diktatúra értsen abból az egy dologból, amiből érteni képes, a társadalom erejéből. Ezért sokkal nagyobb összefogásra, sokkal nagyobb egyetértésre és sokkal nagyobb társadalmi mozgósításra van szükség. Ez az első feladat. A második feladat az, ki kell követelni minél hamarabb egy új, szabad, tiszta és arányos választást. Hangsúlyozom mind a három szót. Szabad, tiszta és arányos választás. Ha erősek vagyunk és erőt mutatunk, akkor még akár ez a parlament is képes lehet arra, hogy megváltoztassa a választási törvényt. Ugyanis a Fidesz diktatúra a jelenlegi választási szabályok alapján nem legyőzhető. A jelenlegi választási törvény és választási szabályok nem teszik lehetővé a szabad, tiszta és arányos választásokat. Nagyon lényeges, hogy a választások, különösen a választások eredménye ne legyen ellopható. Nagyon lényeges, hogy ne indulhassanak kamupártok, amelyek a Fidesz pénzéből arra szövetkeztek, hogy megosszák az ellenzéket. A demokratikus ellenzéknek összefogni kell. Mindenképpen szükséges az, hogy ez az összefogás megvalósuljon, de ne kényszer koalíciók formájában. Tiszta, választási korrupciótól mentes szabályokra és törvényre van szükség. Ez a másik követelmény. Ha van kellő társadalmi nyomás, akár itt a Kossuth téren, akár az egész országban, és van olyan választás, választási törvény, választási szabályok, amely lehetővé teszi az arányos, tiszta és szabad választásokat, akkor a Fidesz diktatúrától Magyarország végre megszabadulhat. De van egy harmadik feladat is. Engedjék meg, hogy erről is beszéljek. A demokratikus ellenzéknek nem csak a választásokon, vagy a választások után kell összefogni, hanem ki kell kövezni az alkotmányos jogállam helyreállításához vezető átmenet útját. Ehhez demokratikus tárgyalásokra, ha úgy tetszik, kerekasztalra van szükség. Nem baloldali kerekasztalra, nem jobboldali kerekasztalra, hanem demokratikus kerekasztalra. A demokratikus kerekasztal feladata nem kormányprogram,
meghirdetése, attól még nagyon messze vagyunk. A demokratikus kerekasztal feladata az alkotmányos jogállam visszaállításához vezető út, demokratikus magyar nemzeti minimumának a kimunkálása. Mit jelent a demokratikus magyar nemzeti minimum? 5 dolgot jelent, hölgyeim és uraim. Az első, a legfontosabb, mindenkinek egyet kell érteni abban, hogy a Fidesz diktatúra helyett az alkotmányos jogállamot kell helyreállítani. Második pont. Nagyon lényeges, hogy a jelenlegi lopás, csalás, hazugság és a nép ámítása helyett észszerű, szakszerű és becsületes kormányzásra van szükség. Kormányzásra! Nem uralkodásra, nem hatalomtechnikákra, nem hazudozásra, nem a nép megvezetésére, hanem kormányzásra, amelyik a valódi nemzet előtt álló problémákat igyekezik megoldani. Harmadik pont. Olyan intézményekre van szükség, amelyek hatékonyak és tiszta kezűek. Most nem kell még kidolgozni a nyugdíjrendszert, az önkormányzati rendszert, az egészségügyi rendszert, az majd a demokratikus, alkotmányos jogállam helyreállítása utáni időszak feladata lesz. Abban kell megegyezni, pusztán abba, ez sem kevés, hogy olyan intézményekre van szükség, amelyek hatékonyak, a nemzetet szolgálják, és amelyek tiszta kezűek. Ez a harmadik pont. A negyedik pont. Nemzeti minimum. Mit is jelent az, hogy nemzet? Nem a nemzet méltóságának a folyamatos sárga tiprását, az, hogy Magyarországot nevetségessé teszik a külföld előtt, az európai népek és nemzetek családja előtt, hanem arra van szükség, hogy büszkén és emelt fővel képviseljük a magyar nemzet és a Kárpát-medencében együtt lakó többi nemzet és nép közös érdekét. Ez a negyedik pont. És végül, de nem utolsó sorban az ötödik, talán a legfontosabb, az pedig az, hogy Európába kell visszatérni. A demokratikus erőknek egy emberként hitet kell tenni amellett, hogy Magyarország nem a kelet része, hanem a nyugati civilizáció szerves része. A magyar nemzet alapvető érdeke az euróatlanti elkötelezettség. A magyar nemzet alapvető érdeke az Európai Unió tagsága. A magyar nemzet alapvető érdeke az európai népek közösségével az Európai Unió erősítése, nem pedig annak gyengítése. Ha ebben az 5 alapvető értékben, ez nem program, ezek csak értékek, meg tud egyezni a demokratikus ellenzék, és a társadalmi nyomásgyakorlás eszközeként mozgósítani tud 1 millió embert, és ki tudjuk kényszeríteni azt, hogy szabad, tiszta és arányos választások legyenek Magyarországon, akkor a magyar társadalom méltósággal fölemelheti fejét, mert győzni fogunk. Köszönöm szépen!